a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyszerre szervezője és segítője a duális képzés megvalósulásának, vagyis annak, hogy a szakképzés és a vállalkozások közös érdekek mentén találjanak egymásra. A Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tanácsadói hálózatot működtet, ebben a tanácsadói hálózatban 7 munkatársunk végzi a munkáját. A legfontosabb feladatuk az, hogy a tanuló szerződések kötését elősegítsék, és segítsék a vállalkozásoknak az ehhez kapcsoló adminisztrációs ügyintézői feladatoknak az elvégzését. Hozzánk fordulhatnak mindazok a vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, akik tulajdonképpen beszeretnének kapcsolódni a gyakorlati képzésben, mert úgy látjuk, hogy a vállalkozásoktól, gazdálkodóktól azok visszajelzések érkeztek, hogy bármelyik szakmaterületen elmondható, hogy hatalmas munkaerőhiány, szakemberhiányról beszélünk, és a duális képzés kereteinben a gyakorlati oktatással tudják talán ezt az egész hiányt enyhíteni, hiszen egy 2,5 éves felkészítés követően ki tudják nevelni talán a saját munkaerő utánpótlásukat, szakember utánpótlásukat. A 25 éves Makói Walker Kft.-nek a kandalló gyártása fő profilja. Évente 30-35 ezer kandallót építenek, többségük a német és dán piacon talál gazdára. A negyedszázados cégnél 250-en dolgoznak, náluk az utánpótlást kulcskérdés. Folyamatosan 20-30 heggesztő és lakatos tanulót alkalmaznak tanulószerződéssel, amelyhez a kamara is minden segítséget megad. Itt a 2 év alatt, 3 év alatt attól függ, hogy ki hány évig jár iskolába. Azokat a fogásokat itt helyben meg tudják tanulni, amit később, ha ide jön egy újonnan végzett szakmunkás, akkor kell neki megtanulni, mi már előtte megtanítjuk velük. Az az előny, hogy amikor elvégzik az iskolát, meg lesz nekik a szakmunkás bizonyítványuk, akkor már akik mit képzünk, olyan fölkészültek lesznek, hogy ismerik a céget, ismerik a cégnek a szokásait, ismerik a gépparkját, és ami legfontosabb, ismerik a követelményeket. Most is több osztályt képzünk, és már a tavalyi évben is a legjobbakat kiválogattuk, és azokat foglalkoztattuk tovább. A gyerekeknek is jó, mert akkor biztosak abban, hogy elvégzik az iskolát, akkor lesz nekik munkahelyük. A kamarától mindenféle segítséget megkaptunk, mert amikor elkezdtünk vele foglalkozni, hát akkor még nem is tudtuk, hogy is lehet ezt elindítani, és hogy is lehet vele foglalkozni. És akkor mentünk a kamarára segítségért, hogy na, akkor hogy indíthatjuk mi ezt, hogy képezzük a gyerekeket. Úgyhogy maximálisan minden segítséget megkaptunk. január 1-től változott a cégek szakképzési hozzájárulásának az elszámolása, és a kis- és középvállalkozásoknak a duális képzéssel kapcsolatban egy óriási lehetőségük lett. Havonta igényelhetik vissza az alapnormatívát. Alap esetben egy-egy tanulónál körülbelül, hát az alapnormatíva 480 ezer forint, ha azt elosztjuk 12-vel, az 40 ezer forint, de szakmánkénti szorzóval 60 és 80 ezer forint, ami az alapnormatíva szerint visszajár. A másik változás, hogy nem csak az ösztöndíjak fedezetét lehet visszaigényelni, hanem a fejlesztésre, a tanulókhoz szükséges beruházásra is lehet eszköztámogatást igényelni. Egy-egy tanulónál alap esetben 108 ezer forintot évesen. Most ezt a támogatást évente egyszer decemberben lehet igényelni, és ezen kívül támogatja a szakképzési hozzájárulás az oktatók bérét is. Érdemes ezzel élni, hiszen jelentős összeget lehet investálni a gyakorlati képzésbe. Úgy gondolom, hogy hosszú távon nekünk megéri az, hogy a jó szakembereket képzünk.